egy végletekig kiélezett küzdelem zajlott a Mercarius Rally egy bajnokság Salgó Rally futamán, ahol már az első gyorsaságén szerzett győzelmével jelezte a Csomós Miklós Nagy Attila páros, hogy a dobogós helyek után eljött az idő, hogy az első helyért csatázzanak az ellenfelekkel. A verseny első felében a Turán Bagaméri, a Hadik kertész és a csehek világbajnok párosa mellett szorosan tartották a lépést, majd Turánék és Hadikék hibája után átvették a vezetést, mely után olyan tempót diktáltak, amire az ellenfelek már nem tudtak választ adni, így Kapeckéknak meg kellett elégedni az abszolút harmadik helyen. A bajnoki címvédő Hadik András kertész Krisztián páros mindent egy lapra téve küzdött, és végül az abszolút második helyen értek a célba. Hát ugye elkövettem egy hibát, ugye nekimentem egy lassítónak, azért is kaptunk 10 másodpercet. Ott egy kicsit hátra csúsztunk, lehet, hogy ha az nincs, akkor kicsit máshogy alakulnak a dolgok. De ettől függetlenül gratulálni kell a Csomós Mixinek, mert nagyon gyorsan autózott ezen a hétvégén, ugye a verseny kezdetétől egészen a végéig. Úgyhogy alapvetően minden oké, mi megpróbáltunk azért gyorsan menni. Folyamatosan állítgattunk az autón. Ezen a napon azonban nem volt ellenszer Mixiék ellen. A fiúk hatalmas tempóval közlekedtek a gyorsasági szakaszokon, melyet a 12-ből 7 alkalommal győztesen fejeztek be, és 15 másodperces előnnyel érthetően örömkönnyekkel érkeztek a célba. Sírtunk mind a ketten Attilával. Sírtunk, hát tényleg nekünk ez nagyon nagy dolog. Ahonnan mi jöttünk is, amilyen kis csapat vagyunk ebbe az első osztályba, szerintem tényleg azt mondom, hogy példaérték, hogy megmutattuk azt, hogy lehet egy ilyen autóval, egy ilyen öreg autóval nyerni, illetve annyira kevés emberrel, aki ezt csinálja, szóval nekünk a csapatunk ez egy 6-8 főből áll. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény országos szinten, és nem csak az én erre, hanem természetesen, hanem van egy nagyon jó csapatvezetőm, ott van Faterom, aki csinálja az autót, és van egy nagyon jó mérnököm, meg egy jó navigátorom. Sokan mondják, hogy gyorsak vagyunk, de most azt gondolom, hogy összeállt, és tudtunk az elejétől kezdve irányítani igazából szinte az egész futamon. Most éreztem egyedül azt, mint régen a kisebb kategóriákban, hogy ez csak rajtunk múlhat, és most Attilának mondta az utolsó kör előtt, ha nem esik le az eső, akkor ez csak azon múlik, hogy mi rontjuk el. Úgyhogy ennek örülünk. Három futam után pedig versenyben vannak a bajnoki címért zajló küzdelemben. Természetesen megyünk meccsekre, ha jól tudom, akkor most elég sok pontot hoztunk a bandin, úgyhogy boldog kő előtt 2 nap, amikor még voltak gondjaink, akkor nem gondoltam, hogy 3 futam után így fogunk állni, ugye itt a 2 világsztár is, egyszerűen az, hogy ja, azt el is felejtettem mondani, mert már teljesen el is felejtettem, hogy ugye itt volt a Kopecki is, és hogy őt is teljes mértékben előtte voltunk egész nap, természetesen, vagy nyilván így, mivel hogy megnyertük. Illetve, hogy Szeredlen is ennyire jól tudtunk menni, és ennyire nem tudtak megközelíteni, nem szeretnénk nagyképű lenni, de tényleg ott viszonylag nagy időkülönbséget ki tudtunk autózni. Salgótarján kis főterén, hagyd menjen, és most nyilván a győztes kap a legtöbbet. A dobogón pedig az örömkönnyek mellett nem maradhatott el a pezsgőfürdő, melyen nem bántak kesztyűs kézzel az ellenfelek a fiúkkal.